Ők már mindent kipróbáltak. Azaz, hogy majdnem minden. Irigykedtek, hogy milyen korán kellünk, ugye? A normális ember meg alszik, még mi is. Reggeli műsort még nem vezette. Kicsit izgulok, megmondom összetek. Mire készültök? Az irigy hónajmirigy most fejest ugrik a mély vízbe. Nagyon jó buli lesz. Ők bebizonyítják, hogy a kedvükért érdemes lesz korán kelni. Mindig a dili, mindig a dili. Lazat, hétfő reggel irigyék vezetésével a TV2-n. Szerda este a magánszámban. Az lett a feladat, hogy találni kell valakit, aki rontani tudja a nézettséget. És hát... Nyeszki Péter. Figyelj, de hajós, egyet valljál meg. Ez tudni nem a tiéd. Ez nem az enyém. Bocsánat, intézkedik, álljunk le. Ezt hazavihetem majd utána? Puskási Juli. Elkezdte hülyeskedni, mondom, ez már teljesen ér. Hát ez volt a nagy utaz. Nem érzed alatt a ritmus, nem érzed a feelinget. Mondom, nem. Gangsta Zoli. Én mindenre fel voltam készülve, de hogy te egy ilyen csodálatos ember vagy. És élőben játszik az Amor Fördögök. Magánszám. Üljön le Hajós Andrással. Szerda este a TV2-n. Egyenként gyengék vagytok, de együtt. Erősség. Önfegyelem. Óvatosság. Koncentráció. Egység. Ez a négy alaptörvény. Kik vagytok? Mi a szamurájom? Van egy régi szamuráj legenda, egy törről, amivel be lehet jutni egy aranybarlangba. Ellopták a táskámat, a tört is. Ellopták a tört. Oda kell mennünk, segítenünk kell nagyapának. Harcra fel, ninja baby. Hiánya, én vagyok. Mi folyik ott? A három ninja visszarúg, csütörtök este a TV2-n. Lenyomom őket. Maffia főnök egy problémával. Sok stressz érve. Szorongás, pánikdohan. Egy gyógyász kellene, pszichiáter. Na de kérem, doktor. Elismer? Nem ismer. Jó. A maffiózó viti? Látott az újságban? Igen. Nem látott. Maga lesz az orvosom. Sose mondják magának, hogy nem, ugye? Mondják, csak inkább úgy, hogy ne, kérem, ne, ne. Én, ha mérges vagyok, egy párnán töltöm ki a dühömet. Tegye maga is azt. Hát, ha segít. És most jobb? Igen, jobb. Nem? Robert De Niro. Maga tud valamit, barátom. Tud valamit? Ja. De bizony. Ne. De. Mondom, igen. Billy Crystal. Nos, én vagyok Mr. Vitti, új consigli-figlie. Consigli-figlie. Kéred a párja? Liza Kudrow. Lőttek az esküvőmnek, mert magának gondjai vannak. Elég volt! Vége! Nem vagyok az orvosa! Csak egy kis pánik. Péntekest a TV2. De mindjárt végszörnyűbb lesz! Ügyes, Doki maga. Nagyon ügyes. Élvezze a Moziverzum filmjeit, és nyerjen egy Skoda Octaviát. Íme a kérdés. Nem kell más tennie, csak küldj el a helyes válasz számát SMS-ben a 0690-633-733-as számra, vagy hívja vezetékes telefonról a 0690-412-412-es számot. Játsszon a TV2-vel, és nyerjen! Nem lehetett megmenteni. Micsoda? Dehogy ne! Tessék! Hoppá, pont idő van, így lesz szívek, Vika Jerry a címkártyát. Egyiket 7 órakor rakom át, a másikat szombaton rakom át. Ez egy tök másik tarifa. Hát most még maga szerintem lopom a pénzt. Hát tudja, mennyit bukok én azon, hogyha ez az egész izét nem cserégettem. Mert nincs ez kitalálva. Az egész brigád a kicsék, ezt figyeljük. Hát én nekem se a legyek ordják össze. Jó,
Jó, kész vagyok. Egy simét, egy szimótér. Azt nem úgy kell kimondani. De csinosak vagyunk. Édes kicsi csillagom. Fodrásztál is voltunk, most figyelem csak. Hát maga ideges. Én hogy ki vagyok. Felejtsd el az idegesítő félmegoldásokat. Az új Vitamax Jokerrel jobban jár. Mindent megkapsz egyben, mert a nap minden pillanatában verhetetlen percdíjakkal beszél. Már velem mi lesz? Vásárolj egy Vitamax Joker szimkártyát és próbáld ki 7 napig. Ha nem tetszik, hozd vissza és visszakapod az árát. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tele vagyok energiával. A sárga barack, a C-vitamin és a selyemfényű pigmentek természetes forrásként frissítik fel az arcbőrt. Új Pure Energy, természetes energia a legszebben ragyogó arcbőrért, a Nivea vigyástól. Csatlakozzon az Elithez. Citroën Xara Picasso Elite extrákkal már 3.830.000 forinttól. Várjuk a Citroën márka kereskedésekben. Indul az első Aranyászok országos kispályás labdarúgó kupa, melynek összdíjazása 5 millió forint. Minden csapat lenkezt labdát, minden továbbjutó futballmeszt kap ajándékba. Most következő műsorunkat csak vállalkozó kedvű nézőinknek ajánljuk. Tudja, mire vállalkozott? Bármire képes vagyok. Extra kis vállalkozói hitelek a Postabanktól. És bármire képes lesz. Mit keresel ezen a világon? Mozi műsor. Híreket. Játékot. Barátokat. Mit keresel ezen a világon? A mobilod már tudja. 777 mobil. Találd meg magad. Vedd fel a kapcsolat. Rendkívüli adásunkat látják. Több száz szárnyas tüntet az utcákon. Egyél malacsonkát! Malacsonkát! Brűnsonkát! Ez csak is az igazi étvágygerjesztő Kométa Prímsonka lehet. Különleges elkészítése kihozza a sonka természetes zamatát és ízét. Minden érzékünket elbűvöli. A további fejleményekről tájékoztatjuk Önöket. Kométa, sonkalandra fel! Malacunk van! Vége az unalmas frizuráknak. A Garnier Fructisztány megalkott a zselét. Az első zselé, amelyik felrázza a stílusodat. Zselé. Rád, alaposan felborzol. A hosszú hajat is felborzolja. Nem túlzás. A haj tényleg borzolt, szépet lesz. Új Fructisztály, zselé. Felborzolja a kedélyeket is. Garnier. A bűn. A kérdés. Bűnös vagy nem bűnös? Önvédelem volt. Az év film szenzációja. Figyelj! A Rolling Stone szerint a Chicago az év egyik legjobb filmje. Éppen ezt kell nekem. Szexi és elképesztő. Pontosan! Diadalmas. Ez megfizethetetlen reklám. 8 Arany Globus és 13 Oscar díjra jelölve. Ez Chicago. Chicago. Hamarosan a mozikban. Hotelbe? Hitelbe? Kulcsra kész MKB lakáshitelek, költözőknek és haladóknak. Itt az ideje, hogy ön is újjászülessen. Ezért az Aktivál Max dobozokban most egyszer, kétszer, illetve háromszor 7 ajándéktablettát tettünk. Aktivál Max. Plusz életerő ajándékba. Citroën C3 Sport limitált széria. Egyedi autó fergeteges áron. Már 2.199.000 forinttól. Citroën C3 Sport. Várjuk a Citroën márka kereskedésekben. Who do you think you are? Come on!
Március 15-e a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Budapest főváros önkormányzata délután 1 órakor itt a Petőfi szobornál tartja a megemlékezését. Jöjjön el ön is, ünnepeljen velünk! A fél tízkor kezdődő Kossuth téri és a 11 órás múzeumkerti állami ünnepség után várjuk a Petőfi szobornál. Ünnepeljünk együtt! Idő homályából felbukkanó titokzatos szuperterő. Dugott a koponyát. Ha valaki megszerzi, minden hatalomat övé lesz. A sötétség uralkodik. Ezt az ember komolyan kell venni. Nem tudom, itt hagyhatom ilyen hosszú ideig Rexet. A távoli dzsungel nem magának való hely. Senki nem állíthatja meg. Csak egy ember, akinek élete összefort a mítosszal. Ki maga? Egy irgalmas szamaritánus. Úgy látjuk magát, szuper. Street Williams, Catherine Zeta-Jones, Christy Swanson, Billy Zane, Phantom, hétfő este a TV2. Állítsd meg őket! Egyedül te vagy erre képes. Egyetlen célra született. Csak gyilkolásra nevelték. Használták. Az emberek mind elavultak. Majd kiselejtezték. Egy új közösségbe kerül. Ez családok és gyermekek közössége, ahol nem a harcra termettség a létezés egyetlen cél. Megtapasztalja, hogy másként is lehet élni. De a szabad élet nem tart sokáig. Bárkivel találkoznak, tekintsék ellenségnek! Továbbra is azt kell tennie, amihez a legjobban ért. Saját magáért. Katona ellen katona harcol. És barátaiért. De egyetlen katona. Mit akar csinálni? Kurt Russell. Megölöm mindegyiket. A katona. Kedd este a TV2-n. Sztárok, akik csak egy riportra vállalkoztak, de valami mást kaptak. Lehetném is hagyd ember. Persze, minden tudok. Énekeljek egy szép jódlit a japán közösségnek. Jó. Nagyon köszönöm. Hi-ha-la-la-le-hi-he, hi kérlek szépen. Nincs benne semmi. Vannak fogaim, nyelvem, torkom. Ügyes, zseniális, genius. Mitsuko, a világ ferde szemmel. Szerda este a TV2. Mit gondoltad? Uh-huh. Pedig nem ez az erősséged, igaz? Pontosan. Yeah. A luxus fürdők gyengét kényeztetése után olyan különlegesnek, olyan elbűvölően szépnek érzi majd magát. Akár egy sztár. Micsoda hűtőmágnes! Szia! Mitől ilyen sedmes a bundád? Mert Kokkolino Maci vagyok. És hogy kerültél ide? Mindenkihez beköltözöm, aki részt vesz a legújabb Kokkolino játékban, ahol ráadásul sok-sok puha holmit lehet nyerni. K&H lakáshitelek új és használt lakásra. Egyedülállóknak és családosoknak is. Teret adunk vágyainak. A K&H lakáshitelt akár 3 hét alatt folyósítjuk, 3,5%-os kamattal. Kereskedelmi és Hitelbank. A válasz. Tibor vagyok, 35 éves. Szeretek táncolni. És van egy nagy kutyám. A kapcsolataimban már többször csalódtam. Olyan párt keresek, akiben meg lehet bízni, és aki fújja a homlokomat, hogyha melegen van. Ha ön is hűstársra vágyik, a Renault Rendezvous megtalálja. Most limitált szériák várják klímával. Szeretnétek valami újdonságot enni? Mi ez, jégkrém? Nem, Kinder Maxi King hűs, de nem jégkrém. Friss tejkrémmel és lágy karamellel töltött ostya, tejcsokoládé bevonattal és mogyoró darabkákkal. Pont erre vágytam. Kinder Maxi King a hűtőből. Maximális. Próbálja ki ön is új limitált szériáinkat a Renault Rendezvous. A bűn. A kérdés. Bűnös vagy nem bűnös? Önvédelem volt. Az év film szenzációja. Figyelj!
A Rolling Stone szerint a Chicago az év egyik legjobb filmje. Éppen ezt kell nekem. Szexi és elképesztő. Pontosan! Diadalmas. Ez megfizethetetlen reklám. 8 Arany Globus és 13 Oscar díjra jelölve. Ez Chicago. Chicago. Hamarosan a mozikban. Vég. Lépj egy nagyot. Figyelj csak, valamit mondanom kell. Tessék? Hamarosan hárman leszünk. Hé! Hát ez csodálatos. Igen, csodás, hogy a nővérem kutyája nálunk marad egy időre. A Fiat Stilo multivagon megszületett. Kombinak látja, egyszerűnek érzi. Big Brother! Az ötféle Big Brother dal egyikét szeretnéd telefonodra csengő hangnak? Akkor küldd el a cseng szót és a választott dallamot számát 1-től 5-ig, valamint telefonod márkájának első két betűjét a 1792-re. Ha esetleg képüzenetként látnád szívesen kedvencedet, küldd el a kep szót és a játékos nevét ugyanerre az SMS számra. Ha készülőket logójának akarod választottad arcát, a logó szót és a játékos nevét küldd el. Csengő hang és logó letöltéseddel havonta nyerhetsz egy Piaggio típusú rovogót. Big Brother! Nem, nem esszük meg egyszerre az egészet. De hát tudom, hogy egy csomag nem elég. Tapasztalatból. Nálunk mindig tele a ház, és sohasem tudom, hányan jönnek össze, de egy biztos, egyszer csak oda jönnek hozzám. Anyu, van még egy kis tofifé? Így mindig azt mondhatom. Hát persze. Peugeot 307. Önbizalmat ad. A 2002-es év autóját a 2003-as évben ingyen tankolhatja. Mit csináljak, amíg elindulunk végre? De tudja mi? 15 napot. Google-ba is kibírok. Fészek lakáshitel a Postabanktól. 15 munkanap alatt, jövedelemvizsgálat nélkül. Ez a nehéz, nem a hitel. Fészek lakáshitel a Postabanktól. A lakásügy nem ügy. A szappanoknak magas a pH értéke. A DAV más. pH semleges. Egynegyed diszhidratáló krémet tartalmaz. A DAV nem szállítja bőrét, mint más szappanok. Pont. A DAV más. Tesztelje ön is a Drogeri Márk üzletekben. A megadott időpontokban. A szív súroló könyv segítségével villámgyorsan eltűnnek a legmokasabb foltok is. És nem marad más dolgod, mint hogy jól érezd magad. Az otthonod nem azért van, hogy legyen mit takarítanod. Itt van, itt van. A propaganda. A műsor, amely minden vasárnap este kísérletet tesz arra, hogy a lehető legtágabban értelmezze a kultúra fogalmát. Minden vasárnap propaganda. Kiderül, mi történik körülöttünk. Big Brother. Big Brother. Big Brother. Big Brother. Ha bent forró a helyzet, valódi felfrissülést nyújt a Rock Ice Tea. Színes mai lap a Big Brother hivatalos napilapja. Story a Star magazin. Üdvözöljük a képzelet világában. Mi jut eszébe a Cinematrixról? Pánik! Még egy kis pánik! Chicago!
Solaris! És még? Szerdán ilyen a TV2-n! Szerda este a TV2-n. Ne hagyd szót nélkül. Bemértem a rádióaktív anyag helyét. Cél az Alfa 1. Legalábbis remélem. Hajtómű indul. Propaganda most következik. Élvezze a Moziverzum filmjeit, és nyerjen egy Skoda Octaviát. Íme a kérdés. Nem kell más tennie, csak küldje el a helyes válasz számát SMS-ben a 0690-633-733-as számra, vagy hívja vezetékes telefonról a 0690-412-412-es számot. Játsszon a TV2-vel, és nyerjen! Mi tavasszal újraírjuk az adózás fogalmát. Utalja figyelmének 1%-át nekünk, és mi cserébe... 99% szórakozást adunk. Ha maga mondja. Egy adó, amit imádni fog. Azt hiszem. Egy adó, amitől rettegni fog. Egy adó, ami megnevettet. Adó, ami elhozza a szerelmet. Egy adó, ami formába hozza. Jó van. TV2, a tavasz adó. Szevasz tavasz! Márciustól minden este a TV2-n. Új Twister! Vedd fel a ritmust! Kizárólag a legfrissebb burgonyából készítjük. Ettől lesz a Lace Chips természetesen ellenállhatatlan. Lace Chips, engedj a kísértésnek! Megjelent magyarul. National Geographic magazin. Ismerkedj, flörtölj! Küldd el a TV-randi szót SMS-ben a 0690-621-300-as számra! Indezit! Velük kikapcsolódhat! Mit keresel ezen a világon? Mozi műsor! Híreket! Játékot! Barátokat! Mit keresel ezen a világon? A mobilod már tudja. 777 mobil. Találd meg magad. Vedd fel a kapcsolat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 19, 13, 14, 15. Aki bújt, aki nem, jövök. Fészek lakáshitel a Postabanktól. 15 munkanap alatt, jövedelemvizsgálat nélkül. Ez a nehéz, nem a hitel. Fészek lakáshitel a Postabanktól. A lakásügy nem ügy. Apró örömök az életemben. Meglepetés nőknek szól. Ismét pontvadászat. Gyűjts a meglepetés pontokat a garantált ajándékokért, és öné lehet a 80 darab Bosch háztartási gép egyike, sőt az 5 millió forintos fődíj is. Részletek a meglepetésben. Fiesta. Meglepően ropogós. Üdvözlöm a TV2 nézőit, ez a propaganda. Ó, Munkácsi Mihály és Liszt Ferenc. Ó, valamint Jászai Mari kedvenc kulturális műsora. Üdvözlöm a szellemeket is, itt lehet helyet foglalni mellettem. És akkor kezdünk. Haraszt István, páratlan művész Magyarországon, és hát a világon is, csak kevesen tudhatnak olyan gépeket előállítani, mint ő. A szerelőművészt legújabb kiállítása kapcsán a propaganda csodaszámba menő otthonában látogatta meg, ahol a kapucsengő is 20 forintos sarkba ködik. Édeske? Apáci! Mi szakott ott lenni a pincében vagy ebben a... Itt tartom a vízvezeték szerelési alkatrészeimet, a transformátorokat és különböző klütyüket. Csak azok voltak ide lent. Volt egy olyan időszak, amikor kis nyomdagépek is előfordultak ebbe a pincébe. Demszky Gábornak meg a Rajklacinak a nyomdagépeiket én javítottam. Különböző csapátcserék, motorcsere rajta, a szövetnek a kicserélése, és bizony volt olyan időszak, mikor hosszabb ideig itt voltak a gépek, és akkor ez a kis pince, ez egy nagyon jó búvó hely volt ezeknek a gépeknek az elhelyezésére. Veszem az álmaimat, hogy
hogy ez a valóságban is esetleg megtörténhet. Tehát ha valami olyan kellemetlenség, vagy valami ér álmomba, soha nem álmodok zavarosan. Az álmaim mindig tiszták, és mindig életszerűek. Tehát olyan fantasztikus látomásaim sosincsenek. Néha például a szobraimnak bizonyos problematikus részeit meg tudom álmodni. Éves koromban is csináltam mobil szobrokat. Csak nem tudtam, hogy azok azok. Na most, mikor én a művészettel megkerestem a kapcsolatom a Dési Huber képzőművész körön keresztül, akkor ott kiderült, hogy amit én csinálok, az a figurális szobrászat, ugye, amiben én a jövőmet láttam, az nekem nem annyira hozzám illő. Tehát ott mindenki azt mondta, hogy hát akkor már megvolt az édeske becenevem, édeske, hát neked azokat kell csinálni, amiket csinálsz, amik így ilyenek, meg így mozognak, meg bukfenceznek, meg minden. Hát mondom, na de hát az művészet, hát a világban sok ilyen van, a Nikolás Söffel, a Tengöli, a Takis, meg sorolták, hogy kik, én ezeket nem ismertem. Mint hogyha csak az álmaimba lépnék át egy kicsit. Itt vannak sorba rakva 1, 2, 4, 10, 16, körülbelül 20 darab ilyen elérmény. Hát különböző díjak, Pro Urbe, Kossuth díj, meg egyéb ilyen, mit tudom én, Kispest díszpolgára. Szóval, hogy ezeket végignézem, én 8 éves koromban úgy képzeltem el, hogy nekem lesz egy szobám. És abban a szobában lesznek ilyen különböző emblematikus tárgyak, tehát, hogy én egy nagyon jó esztergályos vagyok, hogy én egy jó lakatos vagyok, hogy én esetleg színész vagyok, vagy szóval nem tudtam, én nem tudtam akkor, hogy díjak, meg ilyen elismerések léteznek. Én úgy képzeltem el, hogy én magamat valahogy az életem folyamán, ha jó Isten megadja nekem azt, akkor hasznossá fogom tudni tenni magam. Mikor 75-ben a Kassák díjat, ami életem első igazán nagyon nagy kitüntetése volt a Párizsi Magyar Műhelytől, mikor azt megkaptam, akkor engem felszólítottak hivatalosan, hogy erről mondjak le. Mert hogyha én ezt elfogadom egy ilyen ellenzéki csoporttól, akkor én egy életre elásom magam. És én akkor azt mondtam, hogy ez nekem most fontosabb, mint bármilyen más díj majd, amit elérhetek az életemben, mert nem is gondoltam ilyesmire. Az elején nem csináltam semmiféle ilyen politikai jelleggel dolgokat. Az akkori időszak, az a pártpolitikai helyzet, az a kultúrpolitika kényszerített bele engem ebbe. Tehát ők bántottak engem, akkor én is tiltakoztam a szobraimon keresztül. És ez nem csak engem érintett, hanem az összes barátomat, a sorstársaimat érintette, és azért úgy éreztem, hogy mindannyiunk nevébe csinálom én ezeket a kis ellenállás jellegű kis műveimet. Madárkalitkát, meg a Wurzslitzert, meg a páncélszekrényt, meg a kritikus helyzet, meg ilyen dolgaim voltak annak idején. Én nagyon számítok arra, hogy a kedves kollégáim nagyon nagy létszámmal, nagyon sokan ott lesznek megnézni, hogy na, az édeske az utóbbi 2 évben mit tudott megint elénk tenni. És én arra gondolok, hogy ők szeretik is azt, hogy én tudják, hogy én is szeretem őket.
Én nagyon szeretek nagyon jó kolléga lenni, és nagyon szeretem, hogy engem is szeretnek. Szóval engem ez dob föl, ez ad lendületet ahhoz, hogy tényleg őszintén és becsülettel így 70 év előtt egy kicsivel még mindig aktívan nagyon jól tudjak dolgozni. Az egyik legismertebb munkám, ami a Székesfehérvári István Király Múzeum tulajdona, az a madárkalitka, a mintamadár. Na hát ez úgy működött, hogy volt egy ilyen kis kalitka, a kalitkában volt egy élő papagáj, el volt látva élelemmel, itallal, és ha egy bizonyos kis pihenő rúdra fölült a madár, akkor kinyílt az ajtaja. Ilyen automatikusan kitárult egy kétszárnyú ajtó, és akkor, hát ugye a madár, mikor arra repült, tehát leugrott arról a kis érzékelő pálcáról, akkor becsapódott előtte az ajtó. Na hát, akkoriban ez az ajtó így működött, ugye? Hogyha ki akartunk rajta egy kicsit nézni, akkor becsukódott előttünk. Na most 3 évenként ugye kinyílt, aki akkor tudott éppen repülni, az mehetett. Mindent úgy közösen csinálunk, minden egyes kis elhelyezett tárgy, minden egyes tégla, minden egyes elektromos kapcsoló, az valahogy egy olyan közös megegyezés. Hát a zseni az én vagyok. Én vagyok a fej, de az asszony a nyak. Szóval ez a szokásos történet, hogy én nagyon hajlamos vagyok arra, hogy úgy forduljak, ahogy engem az én kis nyakacskám irányít. És ez a kettős megoldás, tehát az, hogy én néha elkezdek szárnyalni, és röpködök mindenféle lehetetlen dolgokat, és akkor egy kicsit úgy vissza vagyok állítva, és ebből születnek a realitások. A magyar lányok és asszonyok megnyugodhatnak, hiszen most már itthon is lehet kapni szép szárikat, vagyis tradicionális indiai női ruhákat. Akiknek pedig a száriknak csak az anyagai tetszenek, azok forduljanak bizalommal az Artista stúdióhoz. Úgy kezdődött, hogy sokat jártunk Indiában, mivel magánéletben Krisna hívők vagyunk, és nagyon megtetszettek ezek a sejemanyagok. És volt egy barátnőnk, aki divatszakmában nagyon sokat mozgott, és ő javasolta, hogy esetleg itt Magyarországon is csinálhatnánk egy ilyen kis boltot, ahol ezeket az anyagokat bemutathatnánk a közönségnek. Egy szári hány méter anyagból áll? 5,5 méter. Ennél hosszabb nem nagyon szokott lenni, maximum egy kis blues rész, amit hozzávarnak, de egyébként 5,5 méter a hosszúsága, és 1,1 széles. A színek azok végül nem kötöttek, tehát India nagyon színes, és ott minden színt meg lehet találni a lányokon, hölgyeken. A formákkal sincs semmi különleges mondani valójuk, tehát ott is mindig csak az, hogy éppen ami az új stílus irányzat, mert most már ott is modernebbek a mintavilágok, és végül is annyi a különleges, hogy például amit most Zitára Zsuzsi fölött, az egy gujarati fajta viselési mód, és a India különböző részei más és más módon öltöztetik föl a lányokat. Hétköznapokban olyan szárit hordanak, ami nem hernyós olyan, hanem csak valamilyen pamutszári vagy műszálas. Az inkább látható. Csak gazdagabbak hordanak ilyen sejemszárikat, meg hímzetteket. Tehát az inkább jellemző, hogy akik
Nekünk olyan jó, akik jó módúak, azoknak már vannak nehéz sejemszerjeik, és akkor minden alkalomkor megmutatják az ismerősöknek és a mindenki másnak. Esküvő az a legkülönlegesebb alkalom, az egy tipikus indiai nagy ünnepély, és olyankor a lányok főleg erős, piros, bordó, zöldes, krémes, és az a legfontosabb, hogy aranyos színű ruhában legyenek. És nem mindig száriban vannak, van amikor egy szoknya, és hozzá egy ilyen kis felső rész, amit úgy hívnak, hogy dupata. Megismerkedtünk fiatal tervezőkkel, divattervezőkkel, akik szintén nagyon szeretik ezeket az anyagokat, és ők is szeretnek itt csemegézni nálunk. Mi mindenképpen városi értelmezést szeretnénk adni nekik, illetve a mindennapok viseletét szeretnénk belőlük létrehozni, kihasználva a sejemnek azt a fantasztikus tulajdonságát, hogy a bőrrel nagyon jó érzés, amikor érintkezik. Főleg nyáron, ugye most következik a tavasz-nyári szezon, így elég sok sejmet használunk mi is, és nagyon sokféle is tud lenni a sejem, és ezt különösen szeretnénk az embereknek megmutatni. A sejem tud lenni merev, hogy az emberen így áll kifelé, igazából ez egy utánérzése egy ilyen falusi alsószoknyának, de ugye mégsem, mert sportos ettől a gumicsíktól. Szóval nagyon kellemes viselet, mert egészen lenge és nagyon jó érzés. Tud lenni ugye zsakád szövésű, ez egy öv miniszoknya, ami igazából ápol is eltakar, mert hogy a sejem átlátszó is tud lenni, tehát egy átlátszót nyugodtan alá lehet venni, akár nadrágot is, vagy bármit egészen szűket is, és azt remekül eltakarja, de közben gyönyörű, és egészen vad anyagtársításokat is enged a sejem, hiszen erre útközben jöttünk rá, hogy minden jó mindennel, tehát nem lehet, egyszerűen nem lehet elrontani, mert annyiféle dolog, tehát azt mondom, hogy ez egy rózsás anyag, és egy egészen vad, törökös minta, és hozzá még az egyszínűje, és akkor van egy sportcsík itt az ujja alján, és minden megfér egymással. Azt mondják természetgyógyászok, hogy a Halloween-nek csak sejmet szabadna hordanunk, mert egyszerűen az adja a legjobb alvást, és a legnyugalmasabb éjszakát. A szári az egy csodálatos ruhadarab, szóval azon már nincs mit csinálni, ott már nem kell tervező, én azt gondolom. Lehetne már szárít? Egyszer már adtak rám szárít, igen. Tehát tényleg olyan érzés, hogy aki esetleg addig rohant és azt se tudta, hogy micsoda, az biztos, hogy megáll egy pillanatra és átérzi, hogy nő. Magyarországon járt a Dead Kennedys, az 1978-ban alakult kultikus amerikai punk zenekar. És bár a tagok mára már lecserélték legendás énekesüket Biafrát, azért a Dead Kennedys még mindig lendületes, mint egy kaliforniai tornádó. A punk rock spektruma széles, Sid Vicious áll az egyik ponton, és Johnny Rotten a másikon. Mi a Johnny-féle intelligens punkhoz állunk közelebb. Közönségünk egyetemi hallgatókból áll, és olyanokból, akiket érdekel a politika. Ha már itt tartunk, mit gondoltok Bush politikájáról? Én egy amerikai állampolgár vagyok, és jobban félek George Bushtól, mint Saddam Husseintől. Our president, I'm afraid. Mert ő egy idióta, és jó lenne, ha olyan elnökünk lenne, aki okosabb nálunk. Állítólag, mielőtt megválasztották volna Bush-t, nem tette ki a lábát az országból, ami jól mutatja, hogy mennyire érdekli őt a világ. Remélhetőleg nem lesz háború.
És szerintem az nagyszerű, hogy Törökország nemet mondott arra, hogy a hadsereg bázist telepítsen az országukba. Rajtuk kívül is nagyon sok ország tiltakozását fejezte ki, például Kína, Oroszország, Japán és sok európai ország. Az embereknek tudatniuk kell Bushsal, hogy ezt nem teheti meg. Törökország sokat feláldozott, egy csomó pénzről mondott le, amit az Egyesült Államok ajánlott fel. És George Bush-t ismerve hónapokig, évekig fogja őket csavargatni, amíg fel nem adják. Nehéz helyzetbe kerültek a törökök, de kitartás. Mi a véleményetek azokról a művészekről, akik kihasználva a publicitásukat felszólalnak a háború ellen? A közéleti személyiség vagy, és van hozzáférésed a médiához, és kamera előtt állsz, és mikrofont is kapsz, lehetőséged van tudatni a véleményedet. Kimondhatod, hogy háború ellenes vagy, és hogy mi a véleményed arról, hogy az USA ellenséges akcióba fog más országokkal szemben. Nagyon fontos az az üzenet, hogy mi békét akarunk, és nem háborút. Én azt hiszem, hogy az emberiség legfőbb érdeke, hogy ellenálljon mindenféle erőszaknak, és minden erőszakos hatalomátvételnek. Én a magam részéről nem vagyok erőszakos, és elfogadom az embereket úgy, ahogy vannak. De ez a privilégium valamiféle felelősséggel is jár. Nem szabad azt gondolni, hogy ó, a kamera jár nekem, hanem ezt a lehetőséget pozitív célra kell felhasználni. Mindamellett az embereknek azt is meg kell tanulniuk, hogy a politikai hozzáállásukat ne a zenészektől és filmszínészektől tanulják. Amit a hírességektől lehet tanulni, az az, hogy a politika mindenkit érint. Én kicsit viccesnek találom, hogy a zenészek, filmszínészek befolyással lehetnek a közvéleményre. Amit mondanak, azok gyakran csak szlogenek, és a világ ennél sokkal összetettebb. Régi Death Kennedy rajongó vagyok. Hát ezzel telt az ifjúságunk ennek jegyében, és valószínű, hát kérdezte az korábban, hogy mi a jó a Death Kennedy-ben. Most egy koncert változatban valószínűleg semmit állt, valószínűleg rossz lett. Hallottam én még az anti világban a 80-as években Death Kennedy koncertlemezt, és az a baj, hogy túl gyorsak a saját számaik ahhoz, hogy élőben el tudják játszani. Ráadásul nem a rendes énekes van, de hát nem szabad kihagyni. Szerintetek mennyire veszélyezteti a zeneipart az MP3-ak letöltése és a fájlcsereberélés? Én nem értek egyet a fájlcseréléssel. Szerintem ez olyan, mintha egy nagy házban laknál szobatársakkal, és lenne kulcsod az ő szobájukhoz. De attól még nem kell bemenned a szobájukba. Mi egyébként nem vagyunk annyira érintve a témában, mert nincs hatalmas profitunk. Jó is lenne. Ezért nem aggódunk a cserebere és az MP3-ak miatt. Amikor a kazetta megjelent a piacon, mindenki azon aggodalmaskodott, hogy jaj, ez a zeneipar végét jelenti, de nem így lett. Az emberek még mindig szeretik megvenni a CD-t. The hard thing with the artwork, if they can. I download a lot of music. Én személy szerint töltök le zenét, de azért, hogy belehallgassak egy-két számba, és ha tetszik, megveszem az albumot. Szóval ez egy jó hirdetési eszköz, és nagyon sok zenekar fel is teszi a számaikat a websájtjukra. Én a neten keresztül ismertem meg például a System of a Down-t, de töltöttem már le Queens of a Stone Age-t. Nagyon sokféle zenét szeretek, régi grunge dolgokat, mint a Pearl Jam és a Nirvana, ők voltak a kedvenc zenekaraim. De szívesen hallgatok Frank Zappától kezdve Mozartig, Neil Youngig, szinte mindent. Sőt, a gyerekeimmel mostanában a Szezám utca zenéjét hallgatom. Ami a zenészeket illeti, sokkal kevésbé kategorizálnak, mint azok, akik csak hallgatják a zenét. Ők tudják, hogy az igazán jó muzsika a stílustól független. A jó zene lehet reggae stílusú, Beethoven stílusú, punk rock stílusú, sőt, akár Britney Spears stílusú. Mennyi volt a beugró? 5 rugó.
Szerintem az méltányos. Ted Kennedy fér. 1990. És neked honnan volt pénzed? Honnan volt 1000 forintod erre? Hát... Egészen tarháta a déliben tegnap. Mennyi idő alatt szedted össze a pénzt? Hát hajnali 4-től estig. Kérdezem az itt jelenlévő Munkácsi Mihály Liszt Ferenc és Jászai Mari szellemét, hogy tetszett. Na jó, jövő héten már nem kell erre repülni. Találkozunk vasárnap, viszontlátásra. Viszlát! Már mindent kipróbáltak. Azaz, hogy majdnem mindent. Irigykedtek, hogy milyen korán kellünk, ugye? A normális ember meg alszik, még mi is. Reggeli műsort még nem vezette. Kicsit izgulok, megmondom összetek. Mire készültök? Az irigy hónajmirigy most fejest ugrik a mély vízbe. Nagyon jó buli lesz. Ők bebizonyítják, hogy a kedvükért érdemes lesz korán kelni. Mindig a dili. Lazat, hétfő reggel hírjék vezetésével a TV2-n. Üdvözlöm. Galaxisok, bolygók, űrhajók, robotok és idegenek. Idegen, úgy érti, hölgyön kívüli. Pontosan úgy. Ha hajtja a kíváncsiság és szereti a kalandokat, akkor tartson a TV2-vel. Mi kitárjuk a világűr kapuját, önnek már csak át kell lépni rajta. Adja el egy kis időre a Földet, és utazzon velük! Fantasztikus vasárnapok a TV2. A legnagyobb nemzeti ünnepünk. Budapest főváros önkormányzata délután 1 órakor itt a Petőfi szobornál tartja a megemlékezését. Jöjjön el ön is, ünnepeljen velünk! A fél 10-kor kezdődő Kossuth téri és a 11 órás múzeumkerti állami ünnepség után várjuk a Petőfi szobornál. Ünnepeljünk együtt! Most következő műsorunkat csak vállalkozó kedvű nézőinknek ajánljuk. Tudja, mire vállalkozom? Bármire képes vagyok. Extra kis vállalkozói hitelek a Postabanktól. És bármire képes lesz. Stop! Keres kínál! SMS apró hirdetés a Benedek 500. oldalán. Lapozzon most! Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.